liszt és medlé. A medgyet azt nem főzöm vele együtt, csak bele fogom keverni, hogyha ez besűrűsödött. Akkor csak annyi, hogy a medgyet belekeverem. Így. És ezt félreteszem kihűlni. Teljesen ki kell hűteni. Tojás. Szétválasztás. Három darab tojás. Nagyon óvatosan, hogy csak a fehérje menjen bele. Meg is van. Egy nagyon pici sóval és kettő vaníliás cukorral fel fogom habosítani. Amikor már nem folyik ki, nem borul ki, akkor készen van, akkor elég kemény. Mát cukor. Persze természetesen normális cukrot is használhatsz, de én mostanában nát cukrot használok. És akkor ezzel... Kérdezhetnéd, hogy miért a fehérjével kezdem először. Azért, mert akkor a szárat nem kell elmosnom, a mixernek a szárát. A megfőzött medszószt, abba teszek egy kis fahéjat. Nem szoktam együtt főzni vele, mert így intenzívebb, és egy pici kardamom. És akkor hozzá lesz keverve a kókusz. Kókusztej. Egy fél doboz. Doboz kókusztej. Így. Hozzájön a liszt. Szóda, bikarbóna és sütőpor. A tojásfehérje. A sütőt már felforrósítottam 180 fokra. Ezt nagyon óvatosan kell belekeverni. Fele.
hamarosan megkapjuk a megfelelő állagot. Mihelyt készen lesz a massza, most már jó. Sírozott, kirisztezett tepsinek a tepsibe öntöm. Szépen eloszlatom. Ez egy 30 centis tepsi, 28x30-as. Nem kell félni, hogy nem lesz elég a tészta, mert ez nagyon szépen fel fog majd jönni. Így. És akkor jön most a következő. És ebből a mecszószból halmokat képezek. Egy is, és szósz is. És akkor megy a sütőbe.